végeredményben a pénznek az a legfontosabb funkció, hogy szabadon cserélődik. Ezt szüntetik meg. A szabad cserét, a szabad felhasználást, hogy én ennyire ezt és ezt vásárolom, és cserébe. Tehát szerény véleményem szerint a pénz megszüntetése ez a folyamat. Egyébként nem véletlenül, mert óriási bajban van a globális pénzügyi elit, mert összeomlóban van a pénzügyi rendszerük, nem vagyok pénzügyi szakember, de azért ez látható, hogy annyi a fedezett fedezet nélküli pénz van a világban, és annyi tartozás és annyi eladósodottság, amivel már ők sem tudnak igazán mit kezdeni. Tehát valamit tenniük kell, mert, és ezért gyorsítottak fel, ezért gyorsították fel a folyamatokat, mert már kezdenek veszélybe kerülni bizonyos értelemben, mert tényleg olyan elszegényedés következhet be az emberek körében, hogy az bármilyen, az olyan káoszá fajulhat, ami már őket is veszélyezteti. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a háttérben. Én Fekete Rita vagyok, a műsor szerkesztője pedig Jó Brodé, és nagy tisztelettel köszöntöm vendégünket, Fritz Tamást, az Alapjókért Központ kutatási tanácsadóját, politológust, közgazdást, filozofust. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és szeretettel köszöntök én is mindenkit, aki hallgatja ezt a műsort. Ha emlékeznek rá a hallgatók, akkor beszélgettünk mi már a globális hálózatokról, magukról a hálózatokról, a globalizmusról is, mint önmagáról a globalizmusról, az NGO-król, és most egy újabb izgalmas témát választottunk a nemzetközi szervezetekről. Szeretném kérdezni. Nagyon sokféle fajta vélemény kering róluk. Van, aki egyszerűen azt mondja, hogy sóhivatalok, és nem is érdemes velük foglalkozni, de azért látjuk, hogy mégis van befolyás akár a hétköznapi életünkre is ezeknek a szervezeteknek. egy picit, ha kérhetném arra, hogy összefoglalóan ö, hogyan lássuk ezeket a szervezeteket, ön hogyan látja ezeket, és mit gondol ezekről, hogy mégis a mechanizmusuk, a működésrendjük ö, mennyire ö, felel meg akár a demokratikus elveknek? Ugye ja, hát általában azt szoktuk mondani, hogy a demokratikus elveknek azok a szervezetek felelnek meg, amelyeket nek a vezetőit választják, méghozzá az emberek választják. A választó joguk birtokában, ami minden embert megillett, ezeket a szervezeteket nevezük de demokratikusnak, és a másfajta szervezeteket, amelyeket hát nem választott képviselők irányítanak, az, az máshova tartozik, más kategóriába tartozik. Ezek lehetnek cégek és egyéb másfajta szervezetek. És itt rögtön az elején azzal kezdhetjük, hogy ezek a bizonyos globalis, globális szervezetek, tehát akár most tényleg kezdjük akár a, a, a világgazdasági fórummal, tehát a WEF-fel, egészen, egészen mondjuk a külkapcsolatok tanácsáig, vagy a Bilderberg csoportig, amelyikről aztán végébb semmit nem lehet tudni. Tehát van itt egy jó pár globalista szervezet. Ezeknek a vezetői nem választott emberek. Ezek egész egyszerűen ö, valamilyen szinten, valamilyen módon kiválasztódnak, és átveszik ezeknek a szervezeteknek az irányítását, illetve tulajdonképpen ők, ők hozzák létre ezeket a szervezeteket. Általában ezek nagyon vagyonos emberek, akik képesek arra, hogy a meglévő forrásaikkal, amik hát gigantikus méretűek, létrehozzanak ilyen típusú szervezeteket, és természetesen rögtön az élére is állnak ezeknek. Tehát mondjuk például tényleg a világgazdasági fórumban ugye Klaus Schwab 1971-ben alakította meg ugye a, ezt a szervezetet, lényegében véve uh, uh, itt senki nem választotta meg őt, hanem ez, ez, egy, ezt létrehozta, és nagyon erős gazdasági uh, cégek, gigacégek, banki szervezetek, pénzügyi szervezetek csatlakoztak hozzá, és hát most már ugye elég régen működik ez a világgazdasági fórum, de még én nem, arról nem hallottam volna, hogy az megkérdőjelezett volna, hogy megkérdőjelezett volna, hogy kik irányítják ezt a szerveződést. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy van a világnak egy, most már egy olyan olyan nemzetközi szerveződési hálózata, amelyik ö, nem demokratikus alapokon jön létre, hanem egészen más alapokon, erő alapon tulajdonképpen, forrás alapon, pénzügyi alapokon jön létre, és ö, viszont a befolyásuk meg ö, sokkal nagyobb annál, mint gondolnánk, vagy amennyire el tudjuk képzelni. Mert hiszen azt látjuk, hogy lényegében véve eljutottak odáig, hogy a világ sorsának alakításába beleszóljanak, és nagyon határozottan formálják a világ sorsát, a világ alakulását, és éppen azért, mert lényegében erősebbé váltak forrásaik alapján, mint a nemzetállamok. A nemzetállamok azok a legmagasabb képződmény, már legszervezettebb és legnagyobb képződmény, amely demokratikus alapon működik. Hát szerencsés esetben természetesen, mert nyilván Nyilván a világ államainak egy jelentős része a demokrácia, egy másik része nem demokrácia, de most vegyük azért a demokratikus államokat. Tehát lényegében véve forrásokban, Befolyásban fölé nőttek a nemzetállamoknak ezek a, ezek a bizonyos globális szervezetek, és éppen ezért befolyásolni tudják a működésüket. És ez a nagy paradigma váltás, ami a 21. században, de már nyilván a 20. század vége felé is elkezdett kialakulni, ez a szituáció, ami egy teljesen új helyzet lényegében az emberiség történetében. Hogy hogy nem a nemzetállamok vagy a nemzetállamok által uralt nemzeti, nemzetközi szervezetek, hanem maguk által ö, létrehozott és önerőből létrehozott globalista szervezetek irányítsák a, a világot, és ez okozza az igazi problémákat. A legnagyobb probléma az, hogy látható céljuk, a legnagyobb célja, Akár a Világgazdasági Fórumnak, akár a Bilderberg csoportnak, akár a Külkapcsolatok Tanácsának, akár a Tripartit Bizottságnak, akár a, az Európai Külkapcsolatok Tanácsának például, amelyet Soros György alakított 2007-ben. Az is egy fontos szervezet az európai szinten ezek mind-mind olyan erővel rendelkeznek, hogy, hogy veszélybe sodorják a nemzetállamoknak a létét, befolyását, akaratát, szándékait. Tehát itt van egy olyan fordulat, ami, ami átalakíthatja sajnos a létmódunkat, a, mindannyiunk létmódját. Tehát nem csak nekünk magyarokért, hanem hát szerte a nyugati világban végignézünk, akkor, akkor ebben a veszélyel nézünk szembe. Mi különbözteti meg ezeket, amiket most felsorolt, azoktól a szervezetektől, amik szintén globálisak, mint az ENSZ, a WHO, a Valuta Alap, és ezek a szervezetek, amik szintén nemzet, Felett állnak, mégis elfogadjuk őket legális ilyen szervezeteknek, akik megmondhatják, hogy ad-vagy jelentéseket adhatnak ki bizonyos országokról, nemzettekről, vezetőkről és a többi. Igen, itt van nyilván egy különbség a, a keletkezésben, a kialakulásban és aztán a további működésben. Nyilván például ugye a, a, a ami olyan szervezetek, mint például a Külkapcsolatok Tanácsa, amelyik 20-ban jött létre, vagy 21-ben mellette a, a londoni királyi külügyi intézet, amelyik egy két testvér szervezet, tulajdonképpen ugye 20-ba, 21-be jöttek ezek létre, ezeknek eleve az volt a céljuk, hogy globális szervezetként működjenek, és ne nagyon foglalkozzanak azzal, hogy az egyes nemzetállamoknak mi erről a véleménye, majd ők megmondják, majd ők megoldják ezeket a problémákat. Tehát a, az ilyen globalista, nem választott szervezetek múltja azért 100-150 éves, de legalább 100 éves. Nagyjából tényleg ott az első világháború után jönnek ezek létre, és a külkapcsolatok tanácsa és a Londoni Királyi Külügyi Intézet, ez a kettő Chatham house is nevezzük az utóbbit, utó, egyébként nagyon, nagyon erős és befolyásos szervezet szintén a londoni City-ben található, és lényegében olyan ereje van például ennek a Chatham house hogy a 75. születésnapjukon maga Erzsébet királynő is jelen volt. Tehát, 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 ez mutatja azt, hogy, hogy nem akármilyen szervezet, de ugyanakkor a, a New Yorkban székelő külkapcsolatok tanácsa, hát ott lényegében koncentrálódik, koncentrálódnak a legnagyobb hatalmi erők, a gazdasági, pénzügyi, média és tudományos életnek a szereplői több ezer részfevője van és ők lényegében a mai napig befolyásolják. Erről olvastam, hogy az egyik vezetőjük egyszer azt mondta, hogy ha valamit meg akarunk oldani az amerikai Egyesült Államok külpolitikáját illetően, akkor oda szólunk az embereinknek, akik benne vannak az adott amerikai kormányzatba, majdnem mindegy, hogy a demokrata vagy republikáros színek, színekben működő kormányzatba, és a mi embereink majd megoldják a problémákat. Ez működött egészen 2016-ig. Tehát, hogy egész egyszerűen a külkapcsolatok tanácsa, amelyben persze Soros is részt vett, és a legnagyobb nevek, a Rothschildok, Rockefellerek, nem akarom ezeket sorolni, a legnagyobb cégek sokasága, ez 16-ig teljesen így működött, aztán 16-ban történt egy, egy üzemi baleset, hogy úgy mondjam, ugye Donald Trump megnyerte a választásokat, és akkor először nem tudott a külkapcsolatok tanácsa olyan befolyást gyakorolni, próbált természetesen, és kicsit sikerült is, de már nem úgy, mint előtte. Most persze megint örülhetnek, mert 2020 óta ugye bár Joe Biden, amióta a demokraták hatalmon vannak, a külkapcsolatok tanácsának az ereje továbbra is visszatért ugyanaz az erő, mint korábban. Na most, a kérdésére rá visszatérve, mert nagyon fontos, É, persze, hogy vannak olyan nemzetközi szervezetek, például a Bretton Woods rendszer hozta létre az IMF-et és a Világbankot, és akkor ez egy elfogadott rendszer volt, hogy már ez a nemzet, két nemzetközi pénzügyi szervezet eh, alakítják a világ pénzügyi folyamatait, formálják, és itt tovább. Tehát ezeket eh, bizonyos elfogadottság kísérte. De a legizgalmasabb kérdés, hogy ezek a nemzetközi szervezetek, amelyek nagyon sokáig elfogadottak voltak világszerte, mindenki számára és tagjai is lettek a az egyes nemzetállamok, ezek is átalakulóban vannak. Kezdenek a globális, nem választott, előbb említett Bilderberg, stb. tripartit, és főleg most már a világgazdasági fórum, mert ez egy zászlós jájá vált egyébként a globális elitnek a világgazdasági fórum, Klaus Schwab vezetésével. Tehát egyre inkább befolyást gyakorolnak ezekre a meglévő korábban elfogadott nemzetközi szervezetekre és a működésükre, és erre a legjobb példa az ENSZ. Az ENSZ is ugye pontosan egy ilyen szervezet volt, amelyet 45 után mindenki tudomásul vett, elfogadott, hogy a béke érdekében az összes ország működjön együtt. Tudjuk ennek a részleteit, és hova alakult az ENSZ. Tehát az utóbbi években azt veszük észre, hogy az ENSZ-nek a különböző fórumai, működésmódjai egyre inkább a globális, az igazán globalista célú globális szervezetek uralma kerül, irányítása alá kerül, ilyen például a WHO. Tehát a, amelyik ugye az ENSZ-nek egy ilyen csatolt szervezete, a, a világ egészségügyi szervezete, ahogy magyarul mondjuk, a WHO fokozatosan veszíti el azt a fajta önállóságát, már el is vesztette, amelyikben mindig megbíztunk, hogy ez létezik. Most már ugye ott tartunk, hogy a WHO-nak a vezetője egy olyan ember, aki elképesztő, hogy, hogy vezetheti ezt a, ezt a szervezetet, és látjuk, úgy hívják, hogy Tedros Gebre Jesus, ugye egy érdekes neve van az úrnak, és hát a múltja az meg egészen elképesztő, mert az etióp kommunista pártnak volt a vezetője, és mint ilyen, lényegében véve erőszakos terrorista szerve, működésmód jellemezte ezt a etióp kommunista pártot, olyannyira, hogy az amerikai védelmi minisztérium egy idő után egyszerűen másodfokú terrorista szervezetnek minősítette. Tehát aztán ez hatalomra került el az Etióp kommunista párt, és ez a Tedros, Tedros Ghebreyes, tulajdonképpen ő vezeti a WHO-t. Jelen pillanatban, most már évek óta, nincs is orvosi végzettsége, és az látszik rajta, hogy minden mozdulata, döntései, lépései nem önállóak, hanem valójában kiszolgálva, kiszolgálja a globális érdekeket, kiszolgálja a globális elitnek a, az érdekeit. Ez a Covid Te alatt elkezdődött, bocsánat? Tulajdonképpen a Covid előtt szerintem már ez elindulhatott, csak akkor ezt nem figyeltük eléggé, mert nem volt okunk rá, hogy, hogy erre odafigyeljünk. Aztán a Covid alatt indult el az, hogy egyre nagyobb szerepet játszott ez az úr ebben a dologban, egyre többször megnyilatkozott, hogy ez a Covid ez mennyire félelmetes, hogy itt karanténra van szükség, és hát persze oltásra van szükség, vakcinákra van szükség. Elkezdte nyomni ezt, a, ezt ezeket a szövegeket, és lényegében véve most oda jutottunk, ja egyébként ebben társa volt, és akkor itt a témánál maradtunk, maga a Guterres főtitkár, az ENSZ főtitkár, Antonio Guterres úr, aki hasonlóképpen nyilatkozott meg a Covid ügyben, mint ugye a WHO vezetője, és az egész dolog arra kezdett irányulni, hogy ilyen kötelező érvényű, az a világ összes országára és állampolgárára nézve kötelező érvényű döntések szülessenek a Covid elleni védekezés kapcsán. És itt indult el ez, erősen ez a folyamat, és ugye most ott tartunk, hogy ez a WHO nevű szervezet, ez egy olyan Monopolisztikus egyeduralmat kíván megvalósítani a nemzetállamok fölött, amire még soha nem volt példa. Tehát ezek nagyon friss hírek és nagyon friss dolgok. Ugye most májusban volt egy a WHO-nak egy ilyen gyűlése, ahol a 194 ország ott volt, és világosan váltak azok a célkitűzések, hogy egy olyan nemzetközi egészségügyi szabályzatot akarnak kidolgozni, amelynek a lényege az, hogy a továbbiakban pandémia ügyekben, tehát vírus és vakcina ügyekben egy olyan uralmat gyakoroljon a WHO, hogy a nemzetállamok egyszerűen ennek alá kell, hogy rendeljék az akaratukat. Tehát nota benne azt kell, hogy mondjuk, hogy olyan hatalmat akar, hogy ők megmondják, hogy az egyes országok milyen lépéseket kell, hogy tegyenek, ha kialakul adott esetben egy egy, ö, ők döntenek a karanténról, kiárási tilalmakról, igen. vakcinázási szabályokról, mindenről. Tulajdonképpen igen nagyjából ezt lehet mondani. Na most egyelőre még nem érték el a céljukat, de öles léptekkel haladnak e felé. Tehát most még ellenálltak bizonyos országok, főleg ázsiai, afrikai országok ennek a dolognak. Tehát most június, május végéig tartott ez a közgyűlés, nem tudták ezt egyelőre elérni, de már júniusban újra összeülnek, és a tervük az, hogy előbb vagy utóbb keresztül verik ezt az országokon. Tedros Gebre Jézus mondta, hogy ennek meg kell valósulnia. Tehát a leghatározottabban. Mondta, hogy ezt, és ami, ami aggasztó lehet számunkra, az az, hogy az Európai Unió, vezetése, majd szoktuk mondani, a brüsszeli elit, abszolút benne van ebben a dologban. Neki van szavazati joga, vagy van az európai tagállamoknak külön van? Ez hogy működik? Az EU-nak van szavazati joga. Ebben ez a szörnyű, hogy az EU dönt. Az EU 27 tagállamának van, tagállamát képviseli az, az Európai Unió ebben az értelemben, tehát ez egy elég elég meredek történet. És akkor, hogy egész konkrét legyek, néhány nappal ezelőtt, június 5-én a WHO és az EU szerződést kötött arról, hogy az EU a Covid válság alatt, a pandémia alatt az EU által bevezetett oltási igazolvány, ugye valami ilyesminek, oltási ID, tehát amivel tudjuk bizonyítani, hogy be vagyunk oltva, és ezáltal utazhatunk, stb. Ezt az EU már akkor ugye bevezette, ezt a WHO átveszi, és kitágítja. Tehát kibővíti. Tehát ez egy bonyolult technológiai folyamat, a lényegét mondom csak, hogy egész egyszerűen eddig ez csak az EU-s állampolgárokra vonatkozott, de a WHO ezt világ szinten fogja átvenni és kidolgozni ezt a ezt a bizonyos oltási igazolványt, valamifajta ID-t, amely, amely, tulajdonképpen tényleg ilyen, ilyen kelt az emberben, tehát hogy független a nemzetállamok akaratától, ez az oltási igazolvány, amelynek nagyon sok funkciója lesz, nem pusztán csak az oltás, egész egyszerűen bevezetésre fog kerülni, 2024-re tervezik. De minden esetre június 5-én ez a megállapodás megtörtént. Ebből látszik, hogy az Európai Unió, mint olyan, a brüsszeli elit, abszolút aláveti magát a WHO akaratának. Tehát a, válasza, a válaszom a kérdésére az, hogy olyan nemzetközi szervezetek, mint az ENSZ, meg valuta alap világbank és más, amelyek elfogadottak voltak, fokozatosan alávetik magukat, vagy alávetődnek, hogy én csúnyán fogalmazzak, a, a náluk sokkal erősebb globalista szerveződések akaratának, mint például a Világgazdasági Fórum, amelyik egyébként ezerrel nyomja, ezt a bizonyos kötelező világútlevelet vagy oltási útlevelet, tehát a vefe mögött abszolút ott áll ráadásul. Az ENSZ-re még szeretnék kitérni itt aktuális hírek alapján is, de azt mondta, hogy ugye a világgazdasági fórum az elmúlt időszakban egyre nagyobb befolyásra tesz szert. Ennek egyébként milyen ilyen gyakorlati lépéseit látjuk? Most akkor említette ezt az útlevelet, ami mögött, vagy hát amit ők nagyon pártolnak és támogatnak és nyomnak, mint ügyet, de tetten tudjuk ezt érni még egyéb más területeken? feltétlenül én, én úgy látom hogy hogy lényegében véve a világgazdasági fórum és hát persze a mögötte álló globális elit lényegében véve egy ilyen átkaroló hadműveletet kezdett el a, a, a célok megvalósítása érdekében tehát több területen indul el indulnak el folyamatok és próbálnak minket beszorítani egy egészen szabadságunktól, az egyéni szabadságunktól mentesített, korlátozott állapotba, és ez ezek a területek persze, és ez erre érdemes, hogy ezek összefüggenek egymással. Tehát egyenként mindegyiket, mindegyiket végig lehet beszélni, mindegyik egy külön műsort igényel, de de csak vegyünk egy, egy két példát arra, hogy, hogy, hogy nem csak az egészségügyről van itt szó, hanem sok minden másról. Itt van például a készpénz megszüntetésének esete amely most már elég szépen halad előre bizony, a szépent azt itt nagyon idézőjelbe tenném, mert ez egy retteltesen veszélyes folyamat, hogy a készpénzünk mint olyan egyszerűen megszűnjön, de hát látjuk azt, hogy, hogy lépésről lépésre haladnak előre ennek a célnak a megvalósítása érdekében. És megint csak azt, azt látjuk például, hogy az Európai Unió ebben a vonatkozásban megint beadja a derekát. Tehát Kristina Lagarde, aki ugye az Európai Központi Banknak most a vezetője, korábban ugyanis az IMF-é volt, egyre több nyilatkozatot ad arról, hogy, hogy be kell vezetni a... CBDC-t, tehát azt a bizonyos digitál, tehát ezt a Central Bank Digital currency tehát ezt a központi banki digitális valutát, a, a, a világvalutát a készpénz helyett, és azt mondja Krisztina Lagard, hogy lényegében véve ő ezt egy két-három éves projektnek látja az Európai Unión belül. Tehát már megindultak ez irányba a kutatások, hogy hogyan lehet ezt, ezt bevezetni, és lenne nyilván egy ország, amikor két-három évig gyakorlatilag a készpénz azért még lenne, működne, de mellette már a digitális valuta megjelenne, ami ugye állítólag úgy fog kinézni, hogy lesz, lesznek ilyen központi bankok tulajdonképpen, jegybankok, vagy valami kinevezett bankok, amelyek majd ö, ö, ezeket ö, ott lehet számlát nyitni az embereknek, máshol nem és akkor kap egy kártyát, és akkor azzal, azzal tud fizetni, ha megengedik, hogy fizessen. De egy, ebben érzik azt, hogy nem lehet Dur egyszerre mindent megcsinálni, hanem fokozatosan. Tehát erre figyelnek, hogy ez is fokozatosan menjen, legyen két-három év, amikor az emberek úgy szépen át, átállnak ezekre a dolgokra, úgymond megérzik a nagyszerűségét ennek a, a dolognak, ami főleg a fiatalságra hat. Például nyilvánvalóan, mert hát mennyire kellemes dolog készpénz nélkül járni az utcán, és csak egy kártyával és azzal mindent el lehet intézni. Csak itt is azt mondom, hogy nagyon erősen fel kell hívni a fiatalok figyelmét, hogy a látszatok ott túl a lényegre kell figyelni, hogy mindig az az igazi kérdés, hogy a kártyának a kibocsátói kicsodák, és a kártyák ellenőrzői kicsodák, és azok milyen hatalommal rendelkeznek. Ha ezek a kártyák valamilyen, nagyon érdekes, de egyébként a bitcoin, amit 2009-ben kitalált egy ilyen japán állnevű valaki, és a bitcoin, az, az, az egy ilyen civil dolog lett volna. Tehát az, az nem, azt nem tudták volna irányítani. Tehát a bitcoin rendszer a blockchain technikán keresztül, az, az egyébként az a civil társadalom érdekét szolgálta volna. Én úgy látom, nem vagyok igazi szakember ebben, de a bitcoin az, az valami nagyon-nagyon egyéni. Tehát névtelen, nem tudták volna ellenőrizni, névtelen kétoldalú ö, ö, pénzügyi tranzakciók zajlottak volna le a bitcoinnal, vagy zajlanak is le. És nem lehet egészen erősen befolyásolni. Ezért van az, hogy rohadt keményen nem szeretik a bitcoint. Két dolgon gondolkodnak, hogy én elnézem. Az egyik az, hogy megszüntetni, egyszerűen betiltani. A másik pedig az, hogy birtokba venni. Tehát, tehát uralni a bitcoint. De semmiképpen sem akarják megengedni hogy a bitcoin, az ne, ne legyen a kezükben. Egy hatalmas harc zajlik ebben a, ebben a történetben hullámzó eredményekkel, de leginkább azt látom, hogy mindenféleképpen a nagyhatalmak, az Egyesült Államok, Kína és a globális elit uralni akarja a bitcoint is, ezért jobb nekik a digitális a CBDC, mert az viszont általuk fölülről, és nem, nem pedig alulról, mint a bitcoin, az emberek felől, hanem fölülről a központi, központi totális ellenőrzés birtokában ö, bocsátják ki ezeket a, ezeket a digitális pénzegységeket, és azt állandóan ellenőrizni tudják. Én megmondom önnek őszintén, hogy én úgy látom, hogy mondjuk ki azt, hogyha ez a, kész, a készpénzünket megszüntetik, ez a legfontosabb szabadságunk, szerintem a legfontosabb szabadságunk megszüntetése, az egy végzetes dolog, ez egyik dolog, a másik pedig az, hogy, hogy arra törekszenek, hogy, hogy ezáltal egy olyan ellenőrzés gyakoroljanak felettünk, hogy tulajdonképpen már ne legyenek korlátok, és ezért, vagyis hogy előttük ne legyenek korlátok, előttünk csak korlátok legyenek, és ezért ez már nem pénz. Én ezt szeretném kimondani. Tehát a CBDC-t, ha be tudják vezetni, és ezzel hatalmas erővel küzdenünk kell, ez egész egyszerűen már nem lesz pénz. Tudod, mi a pénz? A pénz az egy csereeszköz. A pénzzel adunk-veszünk, szabadon, ahogyan gondoljuk, főleg a készpénzzel, és, és a piacot segíti. A, pi, a piac része a pénz. Jó, korábban volt az arany, még korábban meg, az sem volt, hanem egyszerűen. Tudjuk ezeket a folyamatokat, de végeredményben a pénznek az a legfontosabb funkció, hogy szabadon cserélődik. Ezt szüntetik meg. A szabad cserét, a szabad felhasználást, hogy én ennyire ezt és ezt vásárolom, és cserébe. Tehát szerény véleményem szerint a pénz megszüntetése ez a folyamat. Egyébként nem véletlenül, mert óriási bajban van a globális pénzügyi elit, mert összeomlóban van a pénzügyi rendszerük. Nem vagyok pénzügyi szakember, de azért ez látható, hogy annyi fedezet nélküli pénz van a világban, és annyi tartozás és annyi eladósodottság, amivel már ők sem tudnak igazán mit kezdeni. Tehát valamit tenniük kell, mert, és ezért gyorsítottak fel. Ezért gyorsították fel a folyamatokat, mert már kezdenek veszélybe kerülni bizonyos értelemben, mert tényleg olyan elszegényedés következhet be az emberek körében, hogy az bármilyen az olyan káoszá fajulhat, ami már őket is veszélyezteti. Tehát mi ezért a, kell minél gyorsabban. Bevezetni. Mi ebben a mézes műz, madzak, hogy adják el? Tehát mi, mi az, amit tudnak nekünk mondani, hogy nekünk ez miért jó? Hát először is ugye a, a, ebben vannak ilyen morális dolgok is egyébként, mindjárt Carson Tucker-re mindjárt visszatérek egy pillanatra, tudom, hogy kevés az idők, de hát természetesen a, a, a könnyebbségével, tehát a könnyűségével. Tehát, hogy egy, egy kártya elfér egy zsebben, aztán persze ugye vannak a további fejlemények, hogy egy csípet is be lehet ültetni a bőr alá, és akkor már kártya se kell. Tehát a fiatalokat akarják megnyerni ezzel, mert a fiataloknak borzasztó vonzó ez a technika. Ez a modern technika, hogy ilyen könnyen lehet ad, vásárolni bármit bármikor. Gondolják ők, és nem gondolnak arra, hogy ezt a kártyát bármikor le lehet tiltani, hogyha nem felelnek meg bizonyos elvárásoknak. És erre kellene nagyon gondolni, mert hogyha ma született bárányokból, állna a globális pénzügyi elit, ha csodálatos emberekből, akiken sugárzik, hogy minden jót akarnak nekünk, akkor azt mondom, hogy hát talán gondolkozunk rajta, de nem erről van szó. Ezek az emberek az eddigi tevékenységük alapján a Klaus Schwabék, Soros Györgyig és bizony a Rócs nem arról híresek, hogy jót akarnak az emberiség többségének, arról híresek, hogy uralni akarják az embereket. És ez a kártya is az uralomnak a része. Tehát lehet ilyen, ilyen pozitív dolgok elő, és amit a Tucker Carlson hallottam az egyik műsorában, amikor még nem rúgták ki, ugye a Fox news most már szegény a saját útján jár, de talán nem is baj, mert még, még jobb műsorokat fog csinálni, hogy, hogy aki készpénzhez ragaszkodik, az lényegében csaló akar lenni. Tehát, mert a készpénzzel lehet csalni, korrupciós folyamatokat végrehajtani, csúnya dolgokat csinálni, de ha van kártyával, nem lehet, mert azt ellenőrizhető. Bocsánat, hát most jöttek ki, ugye most oldották fel a titkosított dokumentumokat itt az ellenzéknek a kampányfinanszírozásával kapcsolatban, és hát kijött a hír is, hogy Karácsony Gergelynek a számláján majdnem fél milliárd forint landolt, jobban mondva az ő kampány mozgalmának a számláján pontosítok. 99 mozgalom, igen. Így van, aki, igen. Tehát fél milliárd forintról van szó, és van. számlára érkezett, é, még sincsen. Tehát még, mégis lehetne gyanúink, hogy nem teljesen tiszta folyamatról van szó. Szóval, tehát az, hogy nincs készpénz, az nem zárja ki azt, hogy korrupció történjen. Abszolút egyedültek önnel, így van. Tehát mesé, 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 meséket hallunk erről, amiről Takekászról is beszámolt, hogy Amerikában, amerikai tapasztalata, hogy ilyen hangokat nyomnak, hogy morálisan, hogy, hogy ne akarják készpénzt, mert akkor te egy gyanús ember vagy, minek neked az. De teljesen butaság, hát valóban kártyás műveletekkel is, vagy hát egyszerűen banki átutalásokkal is mindenféle készpénzmozgás nélkül tökéletesen lehet korrupciós műveleteket végrehajtani. Akkor persze nem, hogyha engedjük, engedjük mi magyarok, engedjük, engedi az Európai Unió, engedi a világ, hogy Klaus Schwabék, a Világgazdasági Fórum és ezek a nagy globális szervezetek tényleg végrehajtsák ezt a hatalmas fordulatot, hogy, min, hogy, hogy CBDC lesz, mert akkor valóban mindent ők ellenőriznek, akkor nem lesz korrupció, de akkor nem lesz minimális szabadság sem marad az emberek számára. Ebbe tovább is mehetnénk, de inkább ejtem a témát, még annyit talán hozzátennék, vagy kérdeznék inkább, hogy ebben a kérdésben is valószínűleg az Unió fogja az mi érdekeinket is képviselni, erről lehet tudni? Hát jó lenne, hogyha mi érdekeinket is képviselni az Unió, így van. Jelen pillanatban én úgy látom, hogy az Unió például nem képviseli ebben sem. A magyar érdekeket jól tudjuk megint külön műsort igényelne, hogy az Európai Unió, a Brüsszel minket milyen, mennyi mindenben ugye támad, mennyi mindenben korlátoz, nem adja meg a nekünk járó pénzeket, és itt tovább. Migrációs ügyben pontosan szembe megy a céljainkkal, a háborús ügyekben természetesen, megint csak teljesen ellentétes a brüsszeli vezetés elképzelése a miénkkel kapcsolatban. Tehát én itt a készpénz ügyében én nagyon pessimisztikusan látom a helyzetet, mert én azt gondolom, és hiszek is benne, bízom is benne, hogy a magyar közvélemény és a magyar állampolgárok jelentős része azért konzervatív és ragaszkodik a készpészhez például. Tehát, hogyha lenne egy közvéleménykutatás, szerintem, mint ahogy ezügyben azt hiszem nem volt, szerintem nagy, nagyon nagy fölényben a megkérdező, a ragaszkodnál a készpénzhez? Vagy hogy hozzájárulnál, hogy megszüntessék? Én Svájcban van egy népszavazás, lesz egy népszavazás erről, csak érzem. Tehát, ha lenne egy népszavazás mondjuk Magyarországon, akkor menjek tovább. Én szerintem simán az győzne, hogy kell a készpénz, és maradjon. Tehát szerintem a magyar ember közülemény ragaszkodna a készpénzéhez, milyen mi típusú emberek vagyunk, tehát ebben is azt hiszem szembe mennénk a főárammal, a nyugat-európai főárammal. Tehát nem nagyon bízhatunk mondjuk Krisztina Lagarde van az Európai Központi Bank elnökében, aki elkötelezte magát emellett, de szerintem Ursula von der Leyenék és körbe ugye ezt az álláspontot képviselik, sőt, hát ez látható is egyértelműen. Tehát bizonyos értelemben úgy gondolom, hogy a saját utunkat kellene járnunk, mert egy biztos, hogy ne áltassuk magunkat, mondhatjuk azt, hogy ellen kell állnunk, és ragaszkodjunk a készpénzünkhöz, és így is van, mindenki tegye ezt, ameddig csak lehet ragaszkodjon a készpénzéhez egyénileg de az ilyen nagy folyamatok, gigantikus, globális folyamatok ellen azért egyénileg itt baromi nehéz tenni igazán valamit. Hát vagy nem is lehet. Vagy igazából mondjuk ki, hogy nem lehet. Az egyetlen kategória még, valamit az a nemzet, a nemzetállam, tehát a kormányok. A kormányok azok, akik összefognak egymással. A kormányok, tehát a, a nemzeti szuveren, a szuverén kormányok azok, amelyek ezzel szembe felléphetnek, és ezeknek, ezeknek kell összefogniuk, és ezeknek kell akár az Európai Unió vezetésével szembe menni ebben, ebben az ügyben, ha kell, mert én azt gondolom, hogy az Unióban is már ott tartunk, hogy egy olyan lopakodó, de már nem is annyira lopakodó hatalom koncentráció zajlik az Európai Bizottság berkeiben és a Ursula von der amelyik teljesen el akarja vonni a tagállami jogainkat. Tehát ebben az ügyben is, és más ügyekben is. Tehát, tehát van egy pont, szóval gyakorlatilag ők azok, tehát nagyon jól mondta Varga Judit, nemrég a igazságügyminiszterünk, hogy egy olyan mechanizmus kéne bevezetni, ahol a ahol a jogállamiság vizsgálata ki kellene, hogy terjedjen az Európai Uniós intézményekre. Ez egy rettehetesen jó javaslat, mert úgy tűnik, hogy a legnagyobb védségeket éppen a brüsszeli intézmények követik el, az elfogadott alaptörvény értékekkel szemben, Lisszaboni szerződésben megfogalmazott dolgokat, dolgok szembe mennek, és ezt kellene valahogy, tehát itt egy nagyon komoly, ha kell, vállaltan konfliktusos lépéseket kellene tenni, hogyha törvénytelen, jogszerűtlen, jogállam ellenes a brüsszeli elit, akkor a tagállamoknak erre úgy kellene reagálni, hogy akkor ezt nem hagyjuk végre. Lehet, hogy ez furcsa hangzik, vagy keményen hangzik, de hát végül is jogszerűtlenséget miért, miért, kéne végrehajtani, és azt látjuk, hogy, hogy, hogy Brüsszel hétről hétre talál ki újabb és újabb olyan dolgokat, hogy Ugye a legutóbb most már azt hallani, hogy a vétójog megszüntetését néhány nyugat-európai állam fel akarja gyorsítani? Tehát azt mondja, hogy, hogy nincs idő, most a napokban lehetett erről olvasni, hogy minél gyorsabban megszüntetni a vétójogot. Ami döbbenet, mert ez minden, alapjog, minden alapjogi szerződésnek az el, egyik kiinduló pontja. A kérdés az, hogy lehet-e szuverénnek maradni egyébként ilyen globális folyamatokkal szemben, mert ugye látjuk azt, hogy aki nem áll be a sorba, vagy aki nem úgy gondolkodik, az, az nagyon könnyen kaphat szankciókat a nyakába. Tehát, hogy, hogy, ha azt mondja valaki, hogy jó, én ezt nem fogadom el, kötöttetek egy ilyen megállapodást, én ebből szeretném magamat kivonni, akkor azért egy kis ország elég sebezhető. Abszolút így van. Ez, ez természetesen szembe kell nézni. Ez így van. És hát itt jön be az a nagyon-nagyon a nehéz kérdés, hogy, 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 akkor most mi a teendő tényleg? tényleg. Akkor mit, mit kell tenni egy, 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 és erre nem könnyű válaszolni. Erre tényleg nem könnyű válaszolni. Az Európai Unió Egyfajta érték volt valamikor, és két nagy célja volt: egyik a béke, a másik a, a jólétnek a megteremtése. Na most a, hol vagyunk a békétől, és hol vagyunk a jóléttől, hiszen éppen hogy zuhan le a középosztálymány Nyugat-Európába is, és akkor nem beszélünk arról, hogy hogy gyakorlatilag a nemzetállami szuverenitás sorjási veszélyben van. Most igen, mit lehet tenni egy tagállamnak? Hát nem kerülhetjük meg ezt a kérdést, hogy, hogy van-e olyan helyzet, amikor ki kell lépni egy szervezetből? Van-e olyan helyzet? Valószínűleg van. Ez olyan, mint hogy van-e olyan helyzet, amikor ki kell lépni egy házasságból? Van. Persze, ahhoz nagyon sok mindennek történnie kell. Ha ha már az ember azt látja, hogy, hogy minden vonalon az identitását megkérdőjelezik, mármint a nemzeti identitását, tehát Kulturálisan, belpolitikailag, geopolitikailag, háború kérdésében, LMBTQ ügyekben, gender kérdésekben, mit hagytam ki, migráció ügyében, és akkor 5-6 nagyon fontos témát. És ha ebbe az 5-6 témában már mindegyikbe szembe megy velünk egy bizonyos központ, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy jobb maradni mint esetleg mégis kilépni. Nem vagyok a kilépés híve. Én ugyan írtam a Huxitról, mint lehetőségről, mint végső lehetőségről, mint ahogy, mint ahogy, mint ahogy egy házasságért is az utolsó pillanatig harcolni kell. Az utolsó pillanatig. Csak annyit mondok, tehát, hogy, hogy abszolút ben kell maradni a szervezetbe, Erről megint külön ott lehetne nyitni az okok és érvek ellenérvek, sokaság, a gazdasági, kulturális, stb. Mitől, mit vesztünk, mit nyerünk. Hosszú téma. De, de nyilvánvaló, hogy amit lehet, ameddig lehet, belül kell megoldani a problémákat. Az a kérdés csak, hogy erre a brüsszeli elég nyitott-e, hogy bármilyen szinten is keze, figyelembe vegye például Magyarországnak a, az érdekeit. mert van egy apró kis probléma, és ezzel be is fejezem, hogy én úgy látom már egyébként, hogy a brüsszeli elit az egy külön entitássá vált. Tehát ez valahol azért úgy képzeltük az Európai Uniót, hogy az a tagállamok összeraknak egy vezetést, ugye, amelyik Hát természetesen a tagállamok érdekeit képviseli, tehát aki ott van az élén, nem az élén egyébként, mint az Európai Bizottság, mert az Európai Bizottság nem kormány, csak most már régen annak képzeli magát, de mondjuk vegyük úgy, hogy akkor a Európai Bizottságot összerakja az Európai Tanács, az Európai Parlamenttel együtt, és akkor van egy ilyen bizottság, amely végre végrehajtó, szerű szervezet, de nem kormány egyébként, csak annak hiszi magát. De, de úgy lát, a mozgásai arra utalnak, hogy egész egyszerűen nem az ők nem a tagállamok érdekeit képviselni, egy külön világ. Tehát egy külön érdekszférává vált a Brüsszel, akikkel harcolnak már a tagállamok is. Nem is. Ne is beszéljünk az európai polgárokról, mert szegényeknek már semmi, de semmi közük nincs semmihez, de már a tagállamok is állandóan küzdködnek, most nem csak mi tényleg azért, hanem a németek is időnként beszólnak, hogy na most már elég volt abból, hogy, hogy fizessünk be újabb a háborúra, újabb összegeket, stb. 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 Ausztria, stb. Tehát, hogy van egy külön entitás, ami szerint, megítélésem szerint a globális elithez tartozik. Tehát a brüsszeli elit a globális elit része. Ursula von der Leyen például egyébként konkrétan a világgazdasági fórum kuratóriumának a tagja. És hatalmas Klaus Schwab hibő. Én olvastam beszédeit a WEF a gyűlésein, hát hihetetlenül áradozik Klaus Schwabról, erről a, a, a Great Resetről, ugye a nagy újrakezdésről, ezekről a, a szép új világról. Tehát fantasztikus domákat tud mondani az ügyben a hölgyemény. Tehát én azt gondolom, hogy az a probléma, hogy a Brüsszel élet egy külön, külön szférává vált, a globális elit részévé vált. Ez okozza igazából az Európai Unió válságát, mert egyszerűen a vezetése nem azokat képviselőket képviselnie kéne. Na akkor csak a végére, mert ígértük az ENSZ-et, csak egy példát hadd hozzak az ENSZ-el ENSZ kapcsolatban. Ugye amikor Magyarországon megtörtént a rendszerváltás, akkor azt lehetett tapasztalni, bár én ezt csak hallomásból tudom, hogy azért nagyon nagy reményel, pozitív várakozással fordult a magyar társadalom nyugat felé, ugye lépett már előtte be egyébként több ilyen nemzetközi szervezetbe, aztán lett ugye később az Uniónak, a NATO-nak a tagja, és ugye Borvendék Zsuzsanna, aki ennek az időszaknak, illetve az előtte lévő időszaknak is a kutatója, hát az ő kutatásaiból lehet tudni azt többek között, hogy például 56 után Kádár János nagyon fontosnak tartotta, hogy a nyugattal kapcsolatban hát valami jó képet fesse le magáról, és hát nyugati gazdasági megfontolásból is, illetve Kádárnak ezen tevékenysége nyomán, ugye az ENSZ 63 ban levette a magyar kérdést az a napi ezáltal azért az is történt, hogy 56-ot nem lehetett itthon tehát nem, nem lehetett feldolgozni ezt az egész esemény sorozatot. És ezt most azért hozom csak példának, mert beszéltünk arról, hogy kinek az érdekei tudják ezek a szervezetek ügye képviselni, vagy ö, hogyan ö, működik ez az egész rendszer, és nekem ebből a történetből is, ami történelem, azt tűnik ki, hogy azért itt a gazdasági érdekek, vagy ezek a politikai mahinációk fontosabbak adott esetben, mint, mint, például egy népnek, vagy egy társadalomnak az érdeke? Abszolút így van. A gyökerek, tehát mélyre nyúlnak vissza valóban. Most beszéltünk arról, hogy az ENSZ ma már lényegében véve a globális elit tagjai által irányított szervezet. De azért már 56 táján, tehát a lényegében véve csak egy dolgot hagy mondjak, hogy a, a Rockefeller család telkén építették fel az ENSZ épületét. Tehát azért ez, ez ugye jelent valamicskét. Tehát, tehát az ENSZ azért persze gyönyörűen indult, de a, az amerikai és a mögötte álló globális körök és globális bankárcsaládok már kezdető fogva azért ott voltak a háttérben, és, és, és azért befolyást gyakoroltak ennek a működésére. A másik dolog, 56-ban Magyarország ki akart ö, ö, szakadni a kommunista táborból, és ugye jól tudjuk, hogy lényegében véve Eisenhower megadta az zöld lámpát Hruscsovnak, aki kétkedett, kételkedett, hogy engedjük el őket, nem engedjük el őket a magyarokat, engedjük el őket, hagyják semlegesek, ők egyedül, a többi megmarad. Eisenhower azt mondta, hogy erre nincs szükségünk, hanem maradjon meg a kétpólusú világrend, ebben, ebben nem avatkozunk be, és abból már aztán utána kökeményen következik, hogy ehhez az ensz ehhez a döntéséhez, az amerikaiaknak és a mögöttük álló globális körösnek, köröknek alkalmazkodnia kellett az ensz ehhez a dologhoz. Tehát az ensz kapcsolatban is egyébként külön történetek vannak erről, hogy volt ott egy-két nagyon jó lelkű, lelkiismeretes ENSZ képviselő, aki a magyar ügyet fenn akarta tartani, és vannak erről durva történetek, hogy most sajnos a név nem ugrik be, de ez az ember egész egyszerűen valamilyen értetetlen oknál fogva elhalálozott, nem feltétlenül természetes halállal, aki fenn akarta tartani a magyar ügyet. Ennek ha egy másik műsorban erre fel tudnék készülni, de most erre, nincs, erre nem készültem. És a lényeg az, hogy az ENSZ is tulajdonképpen követte azt a szándékot, azt a globális szándékot, hogy maradjon meg ez a kétpolusú rend, amelyben gyakorlatilag a nyugat, a Amerika irányításával, mert most már azt is egyre jobban látjuk, hogy 45 után az amerikai Egyesült Államok a Nyugat-Európa működésmódját, a gazdasági lehetőségeit brutálisan meghatározta. Egyébként az USA találta ki, az Egyesült Államok és a globális körök is az Európai Uniót, most nevezzük Európai Uniónak, tehát Európai Szél és egy Jean Monnet nevű emberük, aki egyébként egy totális globalista figura volt, ugye ők őt bízták meg szinte ezzel, hogy hozza, bízza meg ugye schumann hogy, 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 egy ilyen beszédet mondjon, és akkor elindulja ez a folyamat. Tehát óriási amerikai uralom jellemezte a Nyugat-Európát. Én úgy látom, hogy itt erről volt szó, hogy ez, ez a berendezkedés, ez nekik akkor nagyon megfelelt, mert egy virágzó nyugatot tudtak fölmutatni, egy lebomló Szovjetunióval, egy, egy vesztes Szovjetunióval szemben, de ezt nem úgy akarták megtenni, hogy belemennek egy világháborúba, vagy belemennek a szovjetunióval a háborúba, hanem úgy, hogy a nyugat-európai fölényt fokozatosan megmutatják, és gazdaságilag és egyéb módon öö, a nagy ellenfelet szépen le, lepusztítják, de en, ebbe, a, ebbe nem férdő Magyarország, mert az veszélyes lett volna ebből a tervből. Ez egy hosszú távú elképzelés volt a részükről. Magyarországot elengedték egész egyszerűen, ezért aztán levette az ENSZ a napi rendjéről. Ugye Öt ennek témán. a kérdésnek a levétele utána egy egészen aktív külkereskedelmi kapcsolatot tudott kiépíteni, létrehozni, és igazából ezt a példát csak azért akart hozni, hogy mennyire morálisak ezek a döntések adott esetben, és mennyire van mögött olyan érdek, amit esetleg csak évtizedek múltán lehet föltárni. Ez pontosan így van, és Borbent és kutatásai nagyon hasznosak. Tény, hogy utána Magyarországnak talán 56 miatt is a nyugatorientáltságát látva, végül is a Szovjetuniónak is a leginkább Magyarország felelt meg abból a célból, hogy a nyugattal bizonyos kereskedelmet folytasson, és való, valamilyen szinten a nyugat is elfogadta Magyarországnak ezt a egyfajta közvetítő szerepét, és aztán ez zajlott, 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 csak hát természetesen hozzátéve, hogy ezek sem a gazdasági jólétünket erősítették, hanem hanem a, a nagyhatalmak érdekeit, és bizonyos hát, bizonyos korrupt érdekeket segítettek, de nem Magyarországnak a felemelkedését. Hát köszönöm, hogy mindenről tudtunk most is beszélni, nem tudtuk teljesen kiaknázni a témát, csak a felszínét kapargattuk, de szerintem így is nagyon sok olyan információt hallhattak a hallgatóink, amit esetleg más csatornákon máshol nem, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és beszélhettünk ezekről. Fritz Tamás, politológus, filozófus, közgazdász volt a vendégünk. Köszönöm én is a lehetőséget.